Margarita? Nem, porcatella. Semmi hús? Csak a szokásos madár eledel galambornak. Galamb Sándor miniszteri titkár. Jó napot! Pillanat, Géza bácsi, vonalban. Nem azt mondom. Ilyen horderejű kérdésekben legfeljebb a miniszter. Felírtam. Halló? Igen, már írom is. Köszönöm, átadó. Na, Géza bácsi, az... Még magának a magyar népnek sincs itt. Szólok neki. Viszlát, viszhallás. Anyuka? Már megint zabálsz, Sanyi. Miniszter úr, miért csak bekaptam valamit? Jó van, ismerlek. Kik kerestek? 12-en. Köztük a legsürgősebb. Szóval semmi lényeges. Bújj be. Hová? Pillanat, miniszter úr. Mit olajt, Marosi kisasszony? Meghoztam az ellenzék tiltakozó jegyzékét. Felújított változat. Látodom a miniszter úrnak. Fú, micsoda illatok. Kis pizza. Hízok, ura. Viszlát. Miniszter úr, itt vagyok. Na végre. Ki volt az? Marosiné az ellenzéktől. Átvettem a memorandumot. Ha csak nem WC papírra nyomtatták, mehet a szemétbe. Apropó, mikor kezdődik az éjszakai ülés? Hát 8:30. Csak nem azért kérdi. De. Azért. Miniszter úr, megint? Figyelj, Sanyi, beülj szépen, tartod a frontot, ha bármi van, a 275-0975-ön keres, és a 648-asban. Ez valami szálloda? Dehogy szálloda, ez a Nemzeti Múzeum olvasóterme. Úgyhogy az ilyen komoly... Csak jelentkezem. Hogy vagy? Kocsiból beszélsz? Igen. Kb. Mikor érsz haza? Szerintem soha. Maratoni ülés lesz, úgyhogy valószínűleg az Asztóriában az. Ugye sietsz, Moki, úgy hiányzol. Édesem, most küldött át az ellenzék egy 120 pontos memorandumot. Ne fárasszál, ízekre akarnak szedni. Ők legalább látnak. Na, feküdj le korán szívem, vagy nézegesd a tévét. Micsodát? Az a fogyókúrás izé, tudod, az a kis... De most hogy jön ez ide? Semmi, csak akarom, hogy tudj. A kurva életben! Mi van? Mi történt? Semmi, csak elvesztettem pár szavazatot. Muszáj lett tennem, szívem. Csókollak. Most fordulok be a parlament parkolójába. Szevasz! Jó estét, miniszter úr! Jó estét!
estét, miniszter. Á, miniszter úr, ez nagyon örülök. Mi szólja ez a szörnyűtő járása? Hol hideg front, hol meleg front? A régi lakosztály, igen, felkísérem. Nem, köszönöm. Dehogy ne. Robika, telefon! Vagy. Maros. Astoria szálló. Kalmopirin, 2x10-es. Panangin, 140 mg-os. Mindjárt lemerül a mobilom, anyukát. Srubofen. Egy egész gyógyszertárat nem bírom. Behozod, mert a Bella nem mehet le. Miért? Mert én nem engedem. Legyen csak itt mellettem. Így van, én úgyis ott jövök el a Katika már. Nem mész sehova. Sanyi, igyekezz haza! Bármelyik pillanatban megállhat a szívem! Anyu? Ezekkel az állványokkal rengeteg baj van, porlók, szállnak, teljesen tele van porlók. Hopp, hopp, na, nagy egy kicsit halkott. Jaj, bocsánat! Balettes volt Péter várat, de most folyton énekel. Nagy egy. Parancsoljon, miniszter úr! Köszönöm. Remélem, mindennel meg lesz elégedve. Kicseréltük az összes berendezést. Elég soká vártak vele. A miniszter úr, puha szőnyegek, kényelmes fotelök, francia ágy, amit önt fog felavatni. Alig várom. Köszönöm. Köszönöm. Időnként a személyzetet is kicserélhetnék. Elnézést, miniszter úr. Nem történt semmi tragédia. Semmi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy Esta! Nagy Esta! Porta! Na végre! Ez a szállodaigazgató itt fog nyüzsögni egész éjszaka? Ne törődj vele! Hú, mi minden van rajtad! Vegyük le ezt, jó? Vegyük le rólad! Na de miniszter úr! Nem tudok így helyből. Hát tőlem csinálhatjuk neki futásból is. Ú, ez tök jó. Micsoda? A lakosztály. Ja. Elnöki? Az. Mit iszunk? Az mi? Valami reprodukció. De szép, nem? Money? Money. Úgy ejtik? Nem, az egy másik. Van egy money, meg van egy money. Uh-huh. Mit iszunk? Sherry Rich Cream. Száraz pesgő nincs? Az nincs, de ott a hálószoba. Ez a fürdőszoba? De hogy is, gyere szépen. Miniszter úr, most hajt a tatár. Én hajtlak, miért én tatár vagyok? Isteni, pont ilyet akartunk a férjemmel. Ez a rózsaszínes márvány. Piszkej. Milyen így? Hagyjuk a férjedet, igyekezz. Itt Vitt Péter miniszter beszél, a szobaszerviz legyen kedves. Én vagyok, uram, csak le kellett jönnöm. Ide hallgasson, maga semmi mással ne törődjön, mostantól kezdve ma este csak velem. Szeretnék egy üveg száraz pezsgőt, mum. Bum? Mum! És valami kagyló és kaviár. Köszönöm. Atombombázó. Kösz a bókot, miniszter úr. Hagyjuk ezt a hülye miniszter urazást. Hát, van más neve is oda te. Micsoda? Azt nem mondhatom. Mi?
Miniszter úr, én még sose feküdtem le kormánypártival. Én se ellenzékivel. Szólíts Mukina. Muki? Maradjunk inkább a Péternél. Mindjárt híradó. Térdem állva, kérlek, ne nézzünk most tévét. Na, megmondjam? Mit? Hogy hívják a parlamentben. Mond. Pincsi. Micsoda? A miniszterelnök úr Pincsi kutyája. Meg jóságbe rúgok valakit. Most megsértődött. Nem sértődtem. Ki bírod a hétfogást? Egy, kettő. Elég csúnya dologra készülünk, nem? Remélem. Egyébként megrendeltem a pezsgőt. Száraz. Az. Hozzá kaviárt és kagylót. Hm. Az jót tesz a férfiasság. Remélem is, mert nagyon drága. Meddig maradhatsz? Egész éjszakon. A férjének azt mondtam, hogy Berta néninél alszom, és nincs telefonja. Geniális, geniális. A pénzügyminiszter bejelentette, hogy az inflációt jövőre 15% alá csökkent. Hazug állat. Milyen kellemes éjszaka. Ne húzzam el a függönyt. Ragyogó ötlet, gyönyörű innen a kilátás. Lélegzetelállító látvány, mi? Jobbra a Puskin mozi, balra egy totózó, mit akarsz? Miniszter úr. Szólíts Mukinak. Muki. Tériszonyod van, mi? Nem érdekes. Hat emelet mélység megérzi az ember, de van ellenszere. Nem lenézni. Felnézni. Hiszem, ehhez nem kell zene. De ennek nincs pulzusa. Szóval hallott? Hát akinek nincs, az általában az. Hogy kerül ez ide? Azonnal értesíteni kell a rendőrséget. Rendőrséget? Tipikus ellenzéki ötlet. Tehát kötelességünk értesíteni. És akkor mit mondunk? Meghalt egy ember, miniszter úr. A rendőrség se fogja tudni föltámasztani, nem? Úristen, szinte látom magam előtt a bulvárlapok szalagcímeit. Hullával folytatott szexorgiát a miniszterelnök bizalmas és az ellenzék titkárnője. Tehát valakit csak be kell avatnunk. Valakit be is avattunk. Tudom is, hogy kit. Még akkor sem, ha egyesek asszá is próbálják letekadálni. Kérem szépen, először is engedjék meg, hogy megosztam önökkel az általam vezetett parlamenti bizottság szakvéleményét, amely minden készséget bizárban bebizonyítja, hogy az előterjesztés sem gazdasági, sem ipar, sem környezetvédelmi szempontból nem fogja bevállalni. Na, a miniszter úr, hol van? Jó lenne kérném tisztelettel, ha a kormánypárti urak, elvtársak, nem is tudom. Telefonjaikon nem szabadnák tovább a felszólalásomat. Amelyben ország világ elé tárunk olyan... Pastori! Halló! Mit keresi miniszter az Astoriában? Bologna. 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 A nyomban Bologna. Bologna? Nyet, Bologna volt. Bologna volt? Igen. Betörő? Igen, volt. Betörő? Betörő. Vagy valami még rosszabb. Ki az? A szobapincér. Nem érek rá. Miniszter úr, a pezsgőt rendelt. Ne is emlékeztes. Itt a szobapincér. Hagyjon békén. Halló. A szobapincér. Ez fölármaz az egész szálloda. Halló. Nyitom. A kagyló melegen jó, most jó kihűlt. Igen.
Igen. Miniszter úr, ne haragudjon, hogy zaklatom, de valami sötét alak mászkál a hatodik emeleten az önök szobája előtt. Sötét alak? Igen, de betörő vagy merénylő, nem tudom. Merénylő? Nem, nyilván összetéveszti a lakosztályt. Nálunk tárva nyitva az ablak, és nincs ott egy lélek sem. Ne haragudjon, most jelentették nekem. Nagyon kérem, higgyen nekem. Takarodjon. Tessék? Nem maga, igazgató úr. Persze, múlva ott vagyok. Hé! Hát, hadd írom alá. Én. Nagyon köszönöm, uram. Én köszönöm. Úr, mit művel? Mit fölkértem táncolni? Most legalább tudjuk, hogy történt a baleset. Ja, Istenem! Miniszter úr, ez nem a helyes eljárás. Helyes eljárás, most már szó sincs. Maga öltözzön fel és menjen haza. Majd a titkárom meg én elintézünk mindent. Hol a ruhám? Hol a ruhád? Odaadtam a szobapincérnek. Miért? Ki az? A szálloda igazgató miniszter úr. Öltönyömet, öltönyömet! Bocsánat. Épp indulok a parlamentben. Látja, milyen szórakozott vagyok. Elnézést kérek, miniszter úr, de egy igen kínos ügyről van szó. Fölötté gyanús alak a hatodik emeleti erkélyen. Nem tréfa. Szállodánk jó híre forog kockán. Megengedi, hogy ellenőrizzem a hálószobát? Épp a hálószobát? Ha hogyne, az erkélyről ugyanúgy be lehet menni. A fene egye meg. Nem, majd én. Tessék, hogyne, ez az én dolgom. Nagyon helyes, ha szállodaigazgató személyesen ellenőrzi a hálószoba erkélyét. Az is nagyon helyes, ha szállodaigazgató személyesen ellenőrzi a hálószoba ablakát. Jaj. Bocsánat. Köszönöm. Nyitom. Ide figyelj, Sanyi. Jöttem, mint a szélvész. Figyelj jó rám, mert csak egyszer mondom el, és akkor is nagyon gyorsan. Én valami rettenetes dolgot fedeztem föl ma ebben a lakosztályban. A rettenetes dolog szemétás vagy fogalom? Kuss. A holttest a gardróbban van. Ezt a holttestet valaki más, valahol egészen más út fogja fölfedezni, de oda neked kell elcipelned. Hogy? Mi alatt én már a parlamentben vagyok, az ellenzék titkárnője pedig odahaza alszik. Tudom, hogy én vagyok a hunyó. Mi lenne, hazamennék, visszajönnék újra. Sanyikám, amikor a szállodaigazgató kijön a hálószobából. Nem szabad elfelejtened, hogy amit eddig mondtam neked, azt el kell felejtened. Én egy kellemes estét töltök az Asztóriában, és nincs hulla a gardróbban. Még eddig ez a legjobb hír. Te fölfogod, amit én mondok neked? Jó, rendben van. Ne segíts semmit, csak bólogass értelmes arccal. Na, hála Istennek nincs senki.
Engedje meg, hogy bemutassam a parlamenti titkáromat, Kalam Sándort. Ő is itt tölti velünk az éjszakát. Máha lehet ilyet mondani. Kivennék neki is egy szobát. Remélem, nincs teltház. Bocsánat. Itt vagy, ott a szem, lényeg a közös erkély. Nagyon közel kell lennünk egymáshoz, nem igaz, Sándor? Óriási voltál, minden bólogatásod aranyat ért. Miniszter úr, kérdezhetek? Most nem. De nem maradhatok ki éjszakára, anélkül, hogy anyukának ne szóltam volna. Tünde. Üdvözlöm, titkár úr. Csókolom. Marosinek is asszony. Látod már a problémát? Csókolom. Először is vissza kell szereznünk az ellenzék ruháját. Miért? Hol van? Odaadtam a szobapincérnek. Hát ezt már meg se kérdezem, miért? Ne is. Maga csak maradjon itt, majd én szólok, majd intézkedem, majd mindent csinálok. De honnan fogom tudni, hogy tiszta a levegő? Ordítani fogok. Miniszter úr, odakint azt mondta, hogy holttest van a gárdróbban. Miért? Mi a jó Isten lenne? De hogy kerül ez ide? Itt találtam, oda tettem. Miniszter úr személyesen. Gyorsan kellett cselekednem. Egy hullát méltóztattál odébb cipelni? Legább sikerült értesíteni a rendőrséget? Vagy valami hivatalos szervet? Nem sikerült, ezért van szükség a te segítségedre. Nem. Miniszter úr, én annyiszor, annyi mindent, igaz? Ezt nem. Ide figyelj, ha ezt a feleségem megtudja, egy perc alatt kiderülhet minden. Az ellenzéki titkárnő minden világbotrány, te ezt nem ért. Én ha valaha megnősülök, soha az életben nem csalnám meg a felsőnöm. Tudjuk jól, hogy te mindannyiunknak külön ember vagy, ezért most a következő feladat vár ránk. Mondjuk a többes szám egyáltalán nem. Jó, akkor a következő feladat vár ránk. Amint a szállodaigazgató meghozza a szobakulcsodat, átköltöztetjük a hullát. Mit csinál? Költöztetünk! Átköltöztetjük a hullát, átfektetjük a te ablakpárkányodon. De szépen észreveszed, jelentve a szálloda igazgatóság stressz. Bravo! Nem, ez nem. Átköltöztetjük az én lakosztályomat, végigfektetjük az én párkányomon, miközben miniszter úr és Marosiné. Sándor, gondolj a választásokra. Oda bent van a gárdróbban? Ott lóg a fogasom. Ne álljunk, Sándor! Ugye csak viccel, miniszter úr. Soha többet. Tényleg ez volt az utolsó. A legeslegutolsó, jó? Jaj, tréfa! Bravo! Hulla a gárdróba! Jó hírem van! Jó ez a új padlószőnyeg. Szépen megy a falakhoz. Igen. Sikerült biztosítanom Galambúrnak a szomszéd szobát. Köszönöm. Hol van Galambúr? Ő most éppen pipil. Épp mondom a szállodaigazgató úrnak, hogy pipilsz. Sikerült biztosítanom a 650. Hurrá! Miénk a 650-es? Na, nem kell úgy, Ordi. Engedje meg, hogy bemutassam Galamb Sándornét. Galamb Sándorné? Igen, a titkárom felesége. Vagy róla nem tettem még említést? Nem tetszett említeni. Pedig ő is itt tölti velünk az éjszakát. Igen? Pedig én azt hittem, hogy Galamb úr azért marad itt, mert a parlament... Természetesen, de hát egy lakosztály, államköltségen az Asztóriában. A titkárom fölhívta a feleségét, ő itt termelt, ott hagyott csapott papot. Hát azt látom. Jaj, bizonyára feltűnt önnek Galambné viszonylag hiányos öltözéke. Nos, ennek magyarázata, hogy amíg Galambné zuhanyozott, Galamb úr pipilt, a házastársak melegbaráti viszonya. Azt hiszem, most már rendesen megvilágítottam a helyzetet, így van? Így ez a bespokojstva. Mi tetszik? Jöttem át fölcsinálni. Nem, köszönöm, majd én fölcsinálom. Itt a nuzno zdjelať? Fölka csinálni? Nem érünk rá, majd menjél el. Nie panimaju. Menjél el innen a lábaddal kifelé. Menjél el, nagy ezt a, menjél el. Desvidanie. Na,
Na, egyébként, ha végeztek a vizes helységgel, kérem, férjével együtt jöjjenek le a portára a bejelentést elintézni. Hogyne, persze. Természetes, így lesz, így lesz. Úgy volt, hogy a miniszter úr sielt a parlamentbe? Épp indulok, csak még nem jutottam be a fürdőszobába. Mit csinál már megint, miniszter úr? Mit? Rendbehozom a dolgokat. Ez iszonyú volt. No. Ki az? A szobapincér. Biztos visszahozta a ruhámat. Hol lett a ruhát? Ruhát? Ja, azt a kis... Zöld minit. Hozza vissza, de azonnal. Repülök. Ja, az igazgató úr küldi önnek a 650-es kulcsát, valami vendég érkezett. Igen, a Galamb házaspár. Galamb Sándor is. Sándorné. Ez esetben erre parancsoljanak. Vegyél föl valamit a fürdőszobába. Csomagja nincs, uram? Ne, az még nincs. Nem is lesz, nászúton vannak. A szoba pedig az én nászajándékom. Gyönyörű környezet egy ideális nászészakához, nem igaz, Sándor? Maga meg menjen már ember, szedje a lábát, hozza azt a ruhát. Gyerünk. Gyerünk vissza az erkélyen keresztül. Az én tériszonyom. Legalább nem koncentrálsz a hullára, amíg viszed. Muszáj az a telefonálni anyukámnak. Jó, csak röviden és rohanj utána, merre. Jakab nővér, anyuka, hogy van? Tudja, milyen nehéz nekem, ha maga későn jön? Ma mennyit késik? Pár percet, legfeljebb fél óra. Ismerem a maga fél óráit, Sándor. Egyáltalán hol van most? Azt nem mondhatom meg államtitok, de ha anyuka sürgősen akarna velem beszélni, akkor mondanám a számot. 275-0975. Ez mi? Ez a Nemzeti Múzeum olvasóterme, a 648-as vagy a 650-es lakoszt. Van a Sanyival. Nem, mi baj volna írva, néni? Most beszéltem vele telefonon. Kicsit késik, mint mindig, de én itt vagyok. Hát te ki vagy? Én a Bella nővér vagyok. Akkor hívd fel nekem a Sanyit. Írva, néni, tessék inkább bevenni a klorok. Majd hazajött a fiam. Hívd fel nekem a Sanyit. Anyuka nagyon nyugtalan. Mindannyian nagyon nyugtalanok vagyunk, Sándor. Gyere, segíts! Jézusom! Bocsánat, kint maradt a kulcs. Halló? 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 Nem, Astoria szálló. Nem, asszonyom. Észrevettem volna, ha a Nemzeti Múzeumban dolgoznék. Galamb Sándort keresem. Én is. Valami üzenet? Igen. Mondja meg neki, hogy Jakab nővér kerest, és az édesanyja szeretett volna vele beszélni, mert nagyon oda van. Sanyi! 10:45! Mondja meg a kedves mamának, hogy aggodalomra semmi ok. A fia nászészakája olyan csont nélkül csúszik, mint egy szardínia. Mi történt a Sanyival? Megnősült. Mit csinált? Megnősült. Na végre, itt vannak. Kakalim, 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 kakalja, kakalim, 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 kakalim
Kimegyek a kertre, lefekszem aludni. Száz éves vindjófa árnyába. Kekelin, kekelin, kamelya. Kekelin, kamelya. Hey! Na, aztán már csak néhány próba hiányzik, és fölléphetünk a párt ünnepi kabaréján. Aztán itt az ideje, hogy te és a bátyád lassan lepihenjetek. Prédi, nagyon kimerült? Ulla. Benne nincs annyi szufla, mint benned. Sándor esküvőjén Frédi volt a vőfély. Kicsit berúgott, de... Minden rendben jó. Na igaz, szedd össze magad, Frédi. Maga mi a jó Isten takar itt? Meghúztam a ruhát. Ó, köszönöm. Hálásan köszönöm. Mi is a neve? Rákóczi. És a keresztneve? Fejedelem? Nem, József. Mert jön meg magát valamivel, József. Hálásan köszönöm, uram. Ezen most már lassan vehet magának vidéken egy kocsmát. Miniszter úr, én haza akarok menni. Hogy nem halljam, miniszter úr. Ne nyavajogjál már, tegyél rá inkább valamit, nem tudom, ezt a napszemüvegedre. Öltöz már fel az Isten szerelmére, menjél le a portára, jelentkezz be, és aztán tűnés. Fogalom úr. Viszlát. Bocsánat. Még nem tettem. Nem vagy, gyere hozzád. Halló. Sajnos nem tudom kapcsolni Galamburat. Ő nagyon fontos munkát végez. Igen, én vagyok a Nemzeti Múzeum igazgatója, és mint ilyen az éjszakát az Astoria Hotelben töltöm. A nővérke... Könyörgöm, csináljon valamit. Mondja meg a Galambúrnak, hogy hűtőfürdőt kellett alkalmazni, mert az édesanyjának hidegrázása van. Amint tud, hívjon fel! Természetes. Vissza fogja önt hívni. Mit mondom? Anyád nagyon oda van, hogy megnősültél, anélkül, hogy erről értesítetted volna. Szegény mama. Szívszélütést fog kapni. Nem baj, legalább nem telefonálgat folyton az ápolónő. Ne, gyere, fogjuk. Gyere, Frédi! Az erkély sort is? Meg muszáj, hát a többen vannak. Ne hívjuk ki a zsarukat. Isten őriz! El kell kerülni a botrányt. Mit keres itt? Elnézést, miniszter úr. De biztonsági okok miatt át kell fésülnöm a szállodát, gyanús alak miatt. Ez ki? Titkárom bátyja, Frédi. De Frédi nem alszik itt. Mi baj a bátyjának? Egy kicsit ma berúgott Sándor esküvőjén, de minden rendben lesz. Gondolják, hogy nyittassak neki egy szobát? Nem maradhat itt éjszakára. Halál nehéz napja volt. Frédi úr, haza tud menni? Ha? Biztos, hogy nem akar egy szobát? Komolyan haza tud menni? Tehát így nem ülhet a volán mellé. Nem. Biztos, hogy nem ül a volán mellé. Elég halott van az utakon így is. Csak kijöttünk egy pillanatra a friss levegőre. Igen? Viszontlátásra. Jaj. Szerelmére, vigyük már hát őt a 650-es. Mi a fenének, ha most beszélgetett velem, mint az én hülye bátyámmal, Frédivel. Megint csak igazad van, Sándor.
Az a lényeg, hogy a szállodaigazgató látta őt ebben a ruhában. Hát ez a baj. De ha legközelebb látja őt, nem ebben a ruhában. Miniszter úr, nem vetkőztetett le egy holttestet. Halló, én vagyok. Itt a maga minisztere. Tudja, ez a nagyon gazdag úr a 648-asból. Van magánál egy váltás ruha? Ez csak pénzkérdés. Hozza gyorsan, a szegény afrikaiaknak gyűjtünk. Azt mondta a Galamb Sándorné. Az a leánykori nevem. A Galamb Sándor? Bocsásson meg, csak tudja, ma reggel volt az esküvünk, és azt sem tudom, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Segíthetek? Lány. Köszönöm. Szabad a személyigazolványát? Na, az nincs nálam. Sajnálom, vannak bizonyos törvények, amelyek... Ne törődjön vele, a törvényeket mit csináljuk? Galamb Sándorné? Igen. A szálloda vezetőség nevében engedje meg, hogy gratulál. Nagyon szépen köszönöm. Lent a ringbárban. Ki ez a Robi? A férjem és profi boxoló. Sejtettem, hogy ez lesz a vége. Maradjál már, Sándor! Hiába térdepelsz ott a bátyáddal együtt! Gyere, legalább rakjuk vissza a gardróbba. Hogy hogyan lehet egy férfit visszaszerezni? Habozó fiatalasszony elégére üzenem. Igen, a megvetetés az igazi. Egy diszkréten szexis alsó nemű, egy új frizura, egy Halloween. Meglepetés legyen. Én azt mondom önöknek, legyen a jelszombától a meglepetés. Ki az? Kinyitni! Úristen, a férjem! Férjem! Vidd már át őt a 650-esbe, az Isten szerint. Ez az első jó ötlete ma éjszaka. Miniszter úr, vigyázzon vele, ez egy őrült! Ennyi! Itt van! A nevem Marosi Róbert. Örvendek, a nevem Vitt Péter. Nagyon jól tudom, hogy kicsoda maga. A választókerületemből tetszik lenni? Még csak azt kéne. Valami baj van a nyugdíjakkal, kedves? Csendbe marad. Én vagyok a Tünde férje. Milyen Tünde? Marosi Tünde. Marosi, valahogy nem ugrik be. Titkárnő. Az ellenzéknél. Hova dugta? Kit? Elég a rossz dumából, miniszter úr. Régóta figyelem a feleségen. Nyomoztattam utána. Nyomoztatott? Ez vényike? Most valakit fölcsinálni? Itt ma nem lesz fölcsinálás, kifelé! Hé! Kedves fiatal ember! Bakai látta, amikor Tünde megérkezett. Ki az a Bakai? A magánnyomozó. Bakai itt az ablakban tettenérésre készülődött öregem. Miközben én bejelentkeztem a szálloda portán, ő fölmászott ide, kinyitott az ablakot és... Bingo! Segítség! Esküszöm, én nem is értem a maga feleségéhez. Hazudsz, politikus! Nem hozzám jött, hanem egy bizonyos Galamb Sándorhoz. Ő egyébként a titkárom, más néven a parlament bikája. Azt hiszi, hogy én ezt beveszem? Menj a recepcióra, és kérdezze meg, hogy bejelentkezett-e ott egy bizonyos Galamb Sándor és a felesége. Segít! Bertuk a jó kutya, okos kutya, itt marad a kutya,
Én meg meglepem a gazdit. Nem veszik fel. Hanyos szobában vannak? 650-es. A nászutasok mindig azt kapják. A nászutasok? A helyzet súlyosbodott, József. Jó hallani. Egy tolószékre lenne szükségem. Tolószékre? Igen, egy rokkantnak lesz. Valaki hirtelen megrokkant? Nagyon sokan rokkantunk meg hirtelen, de csak egyikünknek van szüksége tolószékre. Hitelkártyát is elfogadok. Meneküljetek! Mit csináljuk? Gyertek vissza! Robi épp oda tart! Rossz hírrel kezdjem, vagy a még rosszabbban? Jó hír nincs. Az nincs. Mi van? A rossz hír az, hogy a te férjed egy magándetektívet küldött utána. De nem lehet rosszabb hír. De a magándetektív ott lóg benne a fogason. Nyugalom. Már megrendeltem a tolószéket. Kinek lesz tolószék? A magándetektívnek. Betesszük egy tolószékbe, bebugyoláljuk egy nagy kockás pléddel. És aztán te szépen letolod a Dunába a víz alá az uszályok közé. És mi lesz Robival? Beadtam neki egy kegyes kis hazugságot. Mit? Hogy te akarod elcsábítani őt. A miniszter úr tudja mi maga. Na, ez így megy tovább, én leszek a köztársasági elnök. Ki az? Arosi Robert! A férjem! Befelé! 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 A finnyáskodásról most már lekicsit. Miniszter! Találom őket. Nincsenek sehol! Az én hibám. Anya, hát emberek vagyunk. Hát mással is előfordult, majd ledobták a hatodikról. De nem. Tudom, hogy miért lépett meg ezzel a piszokgalomból. Haja! Az egész az én hibám. Miért? Mert biztosan jobb nálam az ágyban. Ugyan, én egész biztos vagyok benne, hogy maga nagyon jó az ágyban. Pedig minden baj forrása ez. Mi a forrása, Robika? Hát, hogy én olyan rossz vagyok az ágyban. Bebeszéli magának. Elnézést, miniszter. Épp mondom a fiatalembernek. Kíméljen meg attól, hogy megismétli, jó? Kérem, kérem. Minden a legnagyobb rendben. Bocsánat, miniszter úr, semmi sincs rendben. Most verték szét a 650-es szobát. Megértünk. Kinek lesz ez a tolószék? Kinek lesz ez a tolószék? Az én fiatal barátomnak. Menjen ki, Rákóczi! Tessék! Semmi, semmi, semmi. A viszontlátás. Elnézést, miniszter úr. Ha lehet, a legközelebbi éjszakai vitanapra a feleségét is hozza magával. Jó, jó.
Micsoda egy alak ez. Szörnyen érzem magam. Gyere, Robikám, menjen haza, holnapra minden rendbe jön. Nem én, amíg meg nem találom ezt a rohadt galambot. Szerintem az étteremben van. Igen? Úgy tökörrugom, hogy elszáll. Minden szót hallottál? Mindent. Az utolsó mondatok könyvbe lábadt a szemem. Figyelj, figyelj, te óvatosan másszál le az állványokon, és menjél már haza! Jézusom. Miniszter úr, nem mehetek haza. Mi? Berta nénihez meg nem állíthatok be hajnali 3-kor. Akkor menjen át a parlamentbe. Na, de hát mégsem alhatok a parlamentben. Miért? Ott olyan sokan alszanak. Sanyi, ha valaha megműsülsz, és segítségre volna szükséged, rám mindig számíthatsz. A Robi betartja a szavát, nősülés nálam kizárva. Maragszol rám? Rohadéknak tartasz? Azt nem. Fizetésemet azért fölemelhetni. Szóba fogom hozni a költségvetési vitában. Taxi! Taxi! A parlamentben legyen színes. Meg kell mondom, hogy ez a többszörös késés engem lehetetlen állapotra hoz. Hogyhogy nem. Most mit csináljuk? Időben próbálják beszállítani nektem az italok. Lehívták. Járőrkocsit. Mi az, hogy egy órán belül? Addig szétverik nekünk az egész szállodát. Igen, igen.
Hát persze. Világos, mint a vakablak. Miniszter úr! Eltűnt a hulla, mehetünk! Magadnál vagy, Sanyi? Végünk van, ha más találja meg. Gondolja, miniszterelnök úrról. Miniszter úr! Incselkedünk, incselkedünk! Nem én voltam! Politikai zsarolásra gyanakszom. De miért? Miért jömöszölték volna vissza ugyanoda? Miért nem szóltak a rendőrségek? Miért? Miért nem mentem haza anyukámhoz? Anyádat egyszer is mindenkorra hagyjuk ki ebből a játékból. Te látod, amit én látok? Hú, de magas. Mi magas? Mi, a vérnyomásom. Nem egyétlenk. Most hova megy? Egy perc is felhozom. Juventus Music Radio. Jó estét! Szórakoztak velünk, Sanyike! Nem csodálkoznék, ha hamarosan megérkezne a zsarolólevél. Zsarolólevél? Amelyben a pénzt követelik. Vagy azt, hogy mondjon le a kormány. Ki az? Ez önnek érkezett. Egy darab motoros tolószék, kölcsönzés, egy ilyen 20 000 idősebb Rákóczi után egyébként. Rosszul lett a bátya, Galamb úr? Úgy van. Szegény Frédi elájult. Pedig az imént ugyancsak ropta a táncot. Attól merült ki. Ez az én esküvői ruhám? Hát persze. Frédi esküvőre készült. De hiszen már megvolt az esküvő, a magáé. De most a másik testvére esküvőre készült. Hát van másik testvére is. Hogyne, a Béni. És a Béni is ma esküszik? Hogyne, Sanyi és Béni ikertestvére. Miniszter úr! Ezt a Galambot meg a feleségemet elnyelte a föl. Jó estét, uram. Maga kicsoda? A szálloda leggazdagabb embere. Úr, dr. Samuels. Hello. Ki a fasos a tolószékből? Valakinek a bátyja. De kinek? Nekem. Én bátyám. Dr. Semmelweis, felügyel rá. Szegény bandi, elszállt az agya. Látom, magának is megvan a gondja a családjával. Hát meg. Magának a bátyja. Nekem meg a feleségem. Ne csinálja ezt, Robi, menjen haza. Mondja meg a feleségem, hogy könnyítettem magán, hogy jó volt velem. Elnézést, miniszter úr, nem kellene már indulni a parlamentbe? Közbe jött valami. Azt látom. Épp most közöltem Galambúrral, hogy a szoba berendezésért, anyagilag, ő a felelős. Kérem, írja a többihez. Hol találkozott azzal a moslékkal? Ki támadott? A pofa, a tol... A kedves bátyja, ne, Frédi. Nem, bocsánat, igen. Fölállt. Mi állt föl? A pofa. Úgy láttam, mit? Nagyon rossz állapotban. Hát ezt mi is láttuk. Oda tolom a lift elére, fogja magát, föláll. Mert ez képtelenség. Hát miért ilyen, van a kép? Ne domáljon meg, hogy ne haragudjon. Kérek, ja. Te mit csináltál? Én rohantam ide. És mit csinált Frédi? Lement a liften. Szent Isten, hát összehányja nekem a liften. Miniszter úr, ez kísérteni fog minket éjszakánként. Én azt hiszem, ez a pasas fölállt.
Akkor nem halt meg. Gondolja. Ahogy az az érzés. De jó. Hát akkor mehetek haza? Bakkai nélkül egy tapottat sem. Ki az a Bakkai? A magándetektív. Gyere, keressük meg. Most? Most. Mit keresi Sándor? Annika, miniszterné asszony, micsoda meglepetés. Gondolja, hogy a férjem is meglepődik majd? Az nem kifejezés. Maga is följön? A hatodikra. Maga nincs a mamájával sem. Túlórázom, miniszter úr. Miniszter úr kért meg itt felejtett iratokat táskába. Köszönöm. Itt a táskája. Kinek a táskája? A férjemé, az iratokért jött, nem? Kicsoda? Maga. Ja, persze. Bocsánat. Gondolom, Péter már nyakig benne van. Nem igaz? Hát, így is mondhatjuk. Annyira bemennék a parlamentbe, meghallgatni a beszédet. De majd inkább itt lepem meg. Na, viszlát. Azt a beszédet én is meghallgatnám. Anyuka, bocsáss meg nekem. Sanyika! Kisfiam, gyere haza! Azt a francos minisztered bármikor kirúghatják, de anyát nem lehet leváltani! Mocskos politikusok! Ellaptátok a fiamat! Nyugodjon meg, Galamb néni! Nincs semmi baj, itt vagyok, ne félj! Hallja, miniszter úr, hogy adja vissza a fiamat! Nyugodjon meg, Galamb néni! Itt vagyok, én vagyok, visszahozom a Sanyit. Te vagy a Sanyi felesége? Maga még nem ment el a parlamentbe? Jaj, dehogy nem. Hát vissza is jöttem. Miért jött vissza? Magáért, asszonyom. Értem. Nem értem. Mit nem ért? Évek óta várok erre a percre. Jöjjön, jöjjön ki az elkére. Megnézzük a holdvilágot. Maga megőrül! Meg! De maga őrjített meg, asszonyok! Segítség! Itt a segítség! Itt a segítség! Asszonyom, itt a segítség! Asszonyom, jöjjön! Jöjjön, menjünk! Menjünk innen! Menjünk! Hova? Mindegy! Mindegy, csak el innen! Jöjjön! Most megmutatom! Megmutatom magának! Jöjjön! Mit mutatnak? Sándor! Hogy milyen a vad? Szenvedés, szerelem. Vad? Szenvedés? Szerelem, miniszterné asszony. Tudom, hogy most megvet, de a sors ellen nem lehet küzdeni. Miért? Úgy nézek én ki, mint aki küzd. Könyörgöm, menjünk át az én szobámba. Magának itt van szobája. Ajaj. Gyerünk! Pillanat! Pillanat! Az ablakon át biztonságosabb, ne haragudjon az... Ablakon át! Gyorsan! Jó! Nem akarom, hogy meglássam. Sándor! Mi most valami őrültséget követünk. Nekem mondja. Az igen tisztelt miniszterelnök urat! Mégis hogy gondolja hol a kormány Péter? A gázrendszer építését? Itt kérdezi, hogy ilyen sorsdöntő ügy tárgyalásánál vajon merre kóporol a miniszterelnök úr pincsi kutyája? Miért nincs
sorsdöntő kérdésekre! Talán nem bírja az éjszakázást! Sanyi! Tényleg miattam bokszoltad szét a szobát? Elnézést. Miben állhatok rendelkezésére? Hát nem tudom. Az a helyzet, hogy... elvesztettem az emlékező tehetségemet. Drága barát, fáradjon be! Elvesztette az emlékező tehetségét. Azt sem tudom, hogy mit keresek itt ebben a szállodában. Ez borzalmas. A nevemet sem tudom megmondani. Ez iszonyat! Ismerik meg egymást valahonnan? Soha életemben nem láttam magát. Gyere! Ezt most levesszük. Ezt is. Ne legyük le. Ezt is levesszük. Mitől félsz? Mindentől. Mindjárt itt a peskő és a kaviár. Én is mindjárt itt vagyok. Mindjárt itt vagyok. Pillanat. Na, szívecske. És ha megjön a barátom, ő még inkább a segítségére lehet önnek. Ő ugyanis történetesen orvos. Csak úgy megtaláltam. Na, már itt is van, Dr. Semmelweis. Istenem, Isten. Azt Isten, drága barátom. Szörnyű dolog történt. Csak szép sorjában, Dr. Semmelweis. Oda hát vár rám. És azt hiszi, hogy én egy vad szenvedély. Dr. Semmelweis. Dr. Semmelweis. Maga talán segítségé lesz ennek a szerencsétlennek. Milyen szerencsétlen? Elvesztette az emlékező tehetségét. Elvesztette az emlékező tehetségét? Megőrülök, doktor úr. Azt sem tudom, hogy ki vagyok. Borzasztó. Rettenetes. És azt se tudja, hogy mit keres itt ebben a szállodában. Hát, szörnyű. Hát, iszonyatos. Hát, ez őrület. Ez a szoba valamire emlékeztet. Azt vitt az ideje, hogy a kis betegünket egy másik lakosztályba helyezzük. Jó ötlet. Mondjuk az önébe. Mondjuk ez nem annyira jó ötlet. De hát ide hát már nagyon nagy a zsúfoltság. Meg oda hát visszük, oda hát lesz iszonyatos zsúfoltság. Nem egészen, értem, Dr. Semmelweis. Hát igazi, mert már belekezdtem, oda hát vár engem. Leül, okos. Kinyitni! Jöjjön, Robika, jöjjön. Hol vannak? Hol van Galamb és hol a feleségem? Miért nem nézi meg őket a 650-esben? Mert már megnéztem. Nézze meg még egyszer. A kurva életbe. A 650-esben. Ne! Oda nem! Nem egészen értem, hogy Dr. Semmelweis miért nem engedi, hogy Robi megnézze a 650-est? Mert nem. De miért nem? A Galamb nincs ott. Szerintem meg ott van. 5 perce sincs, hogy elváltam tőle. Hol? Oda lent, a szálloda uszodájába. Leúztunk együtt pár hozt. Az uszodában? Ha megtalálom, úgy megúsztatom, mint... Ne haragudjon! Nem találkoztunk mi már valahol? Dehogy nem. Maga ennek az embernek az agyalágyult bátyja, a Bandi! Én lennék a maga agyalágyult bátyja, Bandi. Hát... testvérek vagyunk? Őszintén szólva... igen. Hát nem emlékszel?
Leültem a pincébe vajat csipegetni, utána jött édesanyám pofon veregetni. Egy perc kimehetsz, holnap után bejöhetsz, cérnára, cinegére. Ugorj, cica az egérre. Ha? Bandi, emlékszel? 1962, Kressz Géza utca. Igen. Hogy is hívták azt a kislányt? Nem tudom. Ne hülyéskedj, együtt korcsolyáztunk. Én tudok korcsolyázni. Sándor! Én nem vár rám a 651-ben. Mészter úr, bármelyik pillanatban vagyok a fok. Rögtön. Asszonyom. Maga hallgatott-e? Lassan fizessünk és menjünk. Jövök, rögtön jövök. Jaj, de sürgős! Szóval itt van. Mit tud felhozni a mentségére, galamb úr? Nővérke. Hogy megnősült és erről senkinek sem szólt. Könyörögve kérem, menjen haza anyukámhoz, mondja meg neki, otthon minden tisztázok, ártatlan vagyok. Elájultam a csókottól, Sándor. Bocsánat, azt hiszem, eltévesztettem a szobát. Ez az ön új felesége? Nem. Ez a miniszter úr régi felesége. De hiszen azt mondta, hogy elájultam a csókottól, Sándor. Érdekes, én is ugyanezt hallottam. Hány nőt gyalázott meg ma este, galamb úr? Én már nem is számolom. Menjen hozzá, kérem. És ha szabad kérdeznem, a felesége hol van? Kérem. Ja nem, hát az nem a feleségem. Az egy boxbajnok felesége. Külön meg az ellenzék titkárnője. Mibe keveredett, Sándor? Ezt majd később mondom, hogy jó? Menjen haza, nagyon szépen. Nem. Maga nélkül tapottat sem. Jaj, nem megy. Na jó, hát akkor gyerünk át a 650-esbe. Miért menjek én? Mert az az én szobámot meg megmutatom. Micsoda? Hogy milyen a vad szenvedés szerelem. Vad szenvedélyes? Szerelem! Jakab kisasszony! Sándor! Nem vagyok én Sándor, maga a Sándor, maga gyönyörű! Megőrül! Maga őrített meg! Tudom, hogy most megvet. A sors ellen nem lehet küzdeni. Miért úgy nézek én ki, mint aki küzd? Mindig tudtam, hogy te egy igazi férfi vagy. Lehet, hogy tényleg az vagyok. Menjünk át a 650-esbe. Nővérke! Bocsánat,
többiekkel az ablakon át szoktunk. Gyorsan, gyorsan arra. Isteni! Repülj, én is repülök. Menj előre, addig levetkőzöm, anyaszült mesztelen leszek is őrült. Én is. Szólíts. Bellának. Bella? Bellácska, behajolni veszélyes. Miért? Nyugalom, nyugalom. Küldöm a dokit. Mikor jössz be hozzám, Sanci? Nyugalom. Maradunk. Most. Nyugalom, nyugalom. Lazítunk. Fekszik, fekszik. Sanyi? Nem, József. Maga mit keresi? Csak egy aláírást. Micsoda számla ez? Két adag kaviár, egy üveg pezsgő 650-esbe. Ki rendelte? Galamb Sándor. Tévedni tetszik. A titkárom nem rendelt semmit. Én soha nem tévedek. Te mit csinálsz itt? Most jövök a ruhásszekrényből. És mit kerestél? Azt már elfelejtettem. Te rendeltél pezsgőt és kaviárt a 650-esbe? Én. Kinek? Elfelejtettem. Ne haragudjon, tartanak maguk altatót? Kinek lesz az altató? A te hülye bátyádnak, egy kicsit kezd visszatérni az emlékezete. Minél erősebb, annál jobb. Röpülök. A tisztelet miatt, Sándor. Egyszerűbb lenne átutalni a havi fizetésem. Fiatal még az éjszaka. Miniszter úr, tartozom egy vallomással. Mondd el. A felesége. Kinek a felesége? Miniszter úr. Melyik miniszteré? Enyém, az én miniszteremé. Mi van vele? Ide bent van a gárdróbban. Panni, az én felesége, mit van benne a gárdróbban? Halloweenben. Te azt állítod, hogy Panni, az én felesége, mit van benne a gárdróbban Halloweenben? Igen. És kakaót szopogat. Nem, nem szopogat semmit. Ha mit csinál az én feleségem ide benne a gárdróbban Halloweenben? Azt várja, hogy én levetkőzzem. Ne tessék nevetni! Hihetetlen! Tessék! Miniszter úr, itt Jakab nővér. Mit óhajt ismét, nővérke? A nővérkére nekem. Legyen olyan kedves, mondja meg Galamb úr édesanyjának. Te Sándor, mit keres Jakab nővér a 650-esben? Ő is arra vár, hogy levetkőzzek. Neki rendeltél pezsgőt és kaviárt? Nem. Azt az ön feleségének. Muki, ez egy akkora durranás volt. Ó, édesasszonyom, Szibill! Félre tetszik érteni? A dolog az ablakban történt. A részletekre nem vagyok kíváncsi. De az ablak esett a nagyságos asszony fejére. Előtte vagy utána? Csak nem akarta lepni. Ez sikerült. Miniszter, ha még egyszer... Alihó, megjött az altató. Miniszter úr! Miniszter úr! Amikor az is mindegy. A miniszterelnök tombol. A képviselők őrjöngenek. Ekkora baj van? Ennél sokkal nagyobb. Menjünk! Eszembe jutott, hogy mit keresek én itt ebben a szállodában. Nekem erre nincs időm. Bandika, hallgass szemövesz doktorra. Bandi. Bandi, ne. Okos a Bandika. Beveszi a gyógyszert. Rendes tőled, hogy utánam jöttél. Ez a minimum. Alkalomattán meghálálom. Mikor? Miniszter úrnak még lenne itt egy kis elintézni valója, nem? Valóm, tartok egy rövid beszédet és 10 perc múlva ott vagyok. Addig összedől a világ, nem beszélve a gardrób szekrényről. A gardróbot is kiüríteni, és a 650-est is hagyjál majd mindenki. Ismerős az arca. Nem találkoztunk mi már valahol?
De hogy nem, ő Semmelweis doktor felesége. Hello. Doktor, azt hiszem itt az ideje, hogy beadja a gyógyszert a bátyámmal. Na, kap be, Bandika. Ne arra, hogy Péter, de én nem érzem úgy, hogy a bátyád lennék. Ő az ön bátyja, uram. Magam én nem a személyzeti liften utazik. Úristen, a Robi! Jön. Uram, hogy lehet, hogy az ő bátyja egyben az ön bátyja is? Anyánk közös, de Sanyi, Frédi és Béni más apától származnak. Akkor most milyen a viszony önök közt? Feszült. Annak azért örülök, hogy Frédinek, Béninek, meg nekem legalább az apám más volt. Hosszátok be, Istenem, segítsen! Fogja meg! Hovarok ki a miniszter? A helyére. A foglalt. Ha bárki keres, a parlamentben vagyok. Te zárd be az ajtót, ott a kulcs, zárd be! Maga meg tartsa a frontot! Semmi akadálya, majd később elszámol. Parancsol, uram? Maga is annyira vár. Nem, csokolom. Lépett le a galambból. Hogy? Magának fogalma sincs, hogy én milyen rossz vagyok az álmodban. Jó. Nyugodjon meg, uram. Maga sem tudja, hol lehet. Kicsoda? Hát ez a rohadék galamb. Ja, galambúról beszél. Mint az imént láttam volna a kismenyasszonyával. Kismenyasszonyával? Hol? Erre méltóztassé. Köszönöm. Tiszta a levegő, kis nagysád! Hú, köszi. Nem zavarja önöket, hogy egy hölgy fekszik a gardróban? Nem és nem! Ezt az összeget nem fogjuk megszavazni, legkevésbé a körösök mentig átakra. Ez az utolsó szavunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Gabnai, gajdos, gajzágó, galamb. Galamb Sándor, Tátra utca 9. Ez az. Robi! Robikám, hol vársz a sétát? Galambékhoz, a saját fészkében nyírom ki azt a rohadék galamb. Semmi értelme. Nincs is otthon a galamb. Jöjjön vissza, maradjon vele. Könyörögve kérem. Robikám! Robikám! Tessék ezt abba hagyni, kérem! Már békés! Isten szerelmére! Tisztelt úr, ne hagyja! Jézus Mária! Hát megőrülünk! Gyere, szent meg! Mindenre emlékszem! Bakai! Bakai? Hát persze, hogy Bakai! Bakai Béla! Maga meg... Marosi! Robert! Maga az én magánnyomozó! Maga felesége! Ablak! A betegemnek sürgősen... Pofa be, doktor! Könyörgöm, ébredjen fel! Hol a felesége? Ablak... Ablak... Próbálnak felébreszteni! Reszkes galamb! Elindultak, jó? Na végre. Addig is teljes hírzállat. Ez most politikai kérdés. Tessék? Mit miniszter úr röviden kíván reagálni? Igen. Hölgyeim és uraim, először is el kell meséljem, hogy hogyan vesztettem el a szüzességemet.
Bár a frakcióvezető úr tudja, ő ott volt. Már úgy értem, a környéken, mert egy iskolába jártunk, és volt az a nagyon jó kirándulás, emlékszel, 66-ban, épp a Körösök partján, ott volt a Vajda Vera, meg az a mopszliorú lánya. Rita? Eta. Eta. Róna Eta. Na végre. Na, szóval már akkoriban is baj volt a gátakkal. De hát akkor még együtt építettük a szocializmust. Belacska, miért nem vár rám a 650-esbe? Ezeket a ruhákat találtam. Hát ez a miniszter úr feleségének a ruhája. Köszönjük. Ki ez az úr? Sem, biztonsági szolgálat. Ez nem lehet igaz. Mindenre pontosan emlékszem. Felejtse! Gondolja, hogy viccből telefonálgatok? Ilyen a fennállásom óta nem volt. Nem hisztéria, asztória! Belacska, ne halljon meg, könyörgök, éljen! Éljen! Belacska! Sárga! Micsoda csó? Gondolja, menjünk át a 650-esbe, Melácska. Sárga! Győzelem! Győzelem! A parlamenti vitát meg fogjuk nyerni. Ez kicsoda? Jakab nővér. Szabadulj meg tőle. Sárga. Ez miért nincs még mindig ágyban? Fogalmam sincs. Mennyi altatót kapom? Egyet. Egy tablettát? Egy dobozzal. A feleségemet hazaküldted? Oda benn van a gárdróbban. Panni, kifelé. Bella, befelé. Na, öltöz fel szépen és menj haza. Ez ki? Sanyi bátyja, Frédi. Én azt hittem a Sanyi egyke. Én is. És mi a baj ennek az ember? Semmi, kicsit túl sokat ivott ma Sanyi esküvőjén. Milyen volt a Sanyinak? Sanyi ma délelőtt vidéken hirtelen megnősült. Nem igaz, Sándor? Megnősültem. Gratulálok. És ki a boldog ara? Aranka. Aranka, ilyen magas, alacsony nő, ilyen nagy kis mellekkel. Sehol nem találom őket! Ne aludjon már! Uram! Ébresztő! Miért nem ad be neki valami doktor? Kicsoda? Doktor. De sem öltözni. Doktor szemlőbe, ezt csináljon már valamit, hát ébreszte már fel! Mi történik itt? Mi van ott? Ki ez az ember? Ő is a családhoz tartozik. Ő vett el Aranka egyik unokahúgát. Hát ez nem igaz. És miért szólította a Sanyit Dr. Semmelweisnek? Tényleg annak szólította. Azt én is hallottam, de miért? Te... Ne arra, hogy miért szólítottak téged Dr. Semmelweisnek? Mert az vagyok, Dr. Semmelweis, Ignác, Frédi és Béni édes testvére és féltestvére egy szénlábosnak. Csak a jó Isten tudja, hogy hol lehet a feleségem. Mindjárt jön az igaz. Sírja ki! Nincs is szem annál, mint a könnyek árja. Sándor, hozzon egy pohár vizet ennek a szegény fiatalembernek. Sándor... Galambúr hoz magának egy pohár vizet. Nem hallotta, Galambúr? Az úr Galamb Sándor. Mit tetszik kérdezni? Az úr Galamb Sándor. Maga dugja a feleségemet?
van zárva. Micsoda? Maga képes volt a saját felesége unokahúgával? A saját felesége unokahúgával? Miért az Aranka nem a maga felesége unokahúga? De ki az az Aranka? Állj! Mindent értek. Maga Marosi Róbert, igaz? Igen. Megvan a megoldás. Szeretném hallani. Mondd el neki, Sándor. Köszönöm a lehetőséget, Krisztán. Jó, Marom. Nagyon figyeljen, mert nem mondom el kétszer. A maga anyósának volt egy nővére, annak 9 gyereke volt. Férjhez ment edelényben a nővére, sorba jöttek a gyerekek. A nővér gyerekei, Zsófi gyerekei. És a 6. volt Aranka, akit ma délután szerencsé volt nőül venni. Tehát még mindig nem értek semmit. Mit nem ért? A maga feleségét Sándor azért hívta ide, hogy részt vehessen az esküvői szertartáson. Tehát akkor miért nem voltam meghívva? Hát csak a szűk család volt jelen. Adok én a tündének. Ki az a tünde? Hát ilyen beugratós kérdésekre talán. Tünde Robi felesége. Nem igaz, Robi? Na látja. Azt hiszem. Tehát megnősültem. Benősültem egy bányász családba, edelénybe. 8 nővér közé, és az anyósom lánya Aranka, akit ma délelőtt feleségül vett Galamb dr. Semmelweis Sándor. Pofon egyszerű. Csukd be a szád, öltöz fel, és menjünk haza. Nem megyek haza. Találkozni akarok Arankával. De ő nem szeretne találkozni veled, és én sem akarom, hogy találkozzatok. Miért? Hát ez egy nem nekünk való, egy borzalmas, agresszív terület. Elég, ha nekem tetszik. Most ezen fogunk összeveszni? Nem megyek sehova. Itt megvárom Arankát. Nem állunk jobban, mint 4,5 órával ezelőtt, Sándor. Ki az? Szoba pincére, uram. Ez ki ez a förmedvei? Bemutatom Galamb Sándornét. Aranka. Nem erre volt szüksége, uram? Grátis. Ez ki? Bemutatom Arankát. Arankát? Galamb Sándorné. Hát így néz ki. Borzalmas, mondtam. Most már a legesszük csinálni. Tessék, ilyen durva! Péter! Péter! Ez a rizsrakozik! Miniszter úr! Anyukám belehal! Anyám 80 éve belehal! Bocsánat, nem tehettem mást. És ha megtelmi jogom? Péter! Szent! Ezt a véletlen, na hát, szép kis baleset, hogy éppen én, na és hogy éppen te váratlanul. A sors így fordul, de jó, hogy ez nem rajtunk múlt. Összejöttünk te meg én, ki mondta azt, hogy ilyen nem volt még, nem nagy ügy, csak te meg én. Mi lenne, hogy csináltál már meg ilyen? Elhinnénk túlélhető az elmúlt időt.
Elnézést, miniszter úr. Nagyon sajnálom. Van bármikor, minden a legnagyobb rendben. A titkárom elmentek. Mindenki szabad. Minden jót, viszontlátásra. Csak tudnám, mit mondok a mamának. De egész nyugodtan megmondhatja neki, hogy a fia megtalálta álmai asszonyát. Élet ilyen is tud lenni még. És ki az? Ha egy nap mégis véget ér, mondd így. Maga, drágám. Szelavi. Én. Maga csodálatos volt ma éjszaka, Bell. Van ilyen. Maga is csodálatos volt, Sándor. Nézze, Bellácska. Galambok. Tényleg? Csókolt már meg az Isten szerelmére! Lábunkhoz ül. Te, Panni. Szóltál? Jövő héten lesz ismét ilyen éjszakai ülés. Akkor is el akarsz jönni? Nem fogsz unatkozni. Ha átölelsz egy kicsikét, azt eltehetjük ennéknek így. Mondd, hogy igen. Az élet ilyet is tud adni még, ha el tudod fogadni könnyedén, mondd. Salavi.
Ráérünk. Mehetünk.